A könyveké volt a hétvége Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett Völgységi Könyvfesztivál immáron 22. alkalommal kapott helyet a Perccel kertben. Az esemény 2001-ben indult, akkor még csak egynapos rendezvényként, napjainkra már háromnapos programsorozatra nőtte ki magát. Kiadó kézművesek érkeznek ide hozzánk, sátrakba, a kedvezményesen árulják portikáikat. Minden korosztálynak igyekeztünk programot szervezni, egészen a kicsiktől az idősekig. Lesznek íróolvasó találkozók, könyvbemutatók, koncertek, illetve van három kiállításunk is. Idén első alkalommal szervezzük meg az első Völgységi Sakkpartit, amelyre szombaton reggel 9 órakor kerül sor, három korosztály nevezett, ezek fognak versenyezni, illetve szombat este az első Völgységi Kerti Parti, amely egy ilyen közösségépítő jelleggel szervezzük, ahol itt tudnak beszélgetni, enni, inni a vendégeink. Az ország minden részéről érkeznek kiadók, illetve kézművesek is most már, tehát akik saját maguk készítik a termékeiket. Szeretnénk közösséget építeni, meg szeretnénk a város életében részt venni. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nyárindító programnak egész jó. Idén ismét átadták a könyvtárért, a kultúráért díjat, amit ezúttal Filó Tamás helyi történelem tanárnak ítéltek oda. Nagyon régóta segíti a munkánkat önzetlenül. Amióta az Arany János gimnáziumban dolgozik, azóta minden rendezvényünkre, tehát versenyekre, vetélkedőkre, kiállításokra, osztályokat, csoportokat és diákokat szervez, tehát még sosem hagyott minket cserben. Ezen kívül a Völgységi Könyvfesztiválon már évek óta vállal feladatot. Akik ismernek, azok tudják, hogy nagyon a szükszavúság nem jellemző rám, de most nehezen találom a gondolataimat. Talán a tanévzárás feszültsége is még rajtam van, de nagyon hálás vagyok. Hálás vagyok a Solymár Imre Városi Könyvtár minden munkatársának, hogy egy ilyen évet, egy ilyen tanévet és ilyen éveket tudhatunk magunk mögött. Az együttműködés velük számomra is mindig építő volt, és csak tanulhattam tőlük, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. Azt is, hogy titokban tudták tartani, ami megint csak a lehetetlen kategória, sokszor azt érzem. Mi van bennem? Nagyon hálás vagyok az osztályomnak, a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola gimnáziumi tagozatának valamennyi tanulójának. Értékesek ők nagyon számomra, és nélkülük ez a díj ez nem is kerülhetett volna hozzám, így azt gondolom, hogy ez most mindannyiunknak szól. Azt gondolom, hogy olvasni jó. Benyák Zoltán pólóin olvasható ez a felirat, holnap megint szerencsém vagy, és beszélgethetek vele közönség előtt is. Én is így nőttem föl, a könyvtár volt a második otthon az oboda mellett annak idején, és azt gondolom, hogy ide mindig haza jártam. A szüleim is olvasnak, a könyv az nálunk mindig érték volt, és az volt az ajándék. Úgyhogy én arra bíztatok mindenkit, aki most hallgatja ezt a riportot, hogy olvasson. Az eseményen részt vett Filóné Ferenc Ibolya polgármester is, aki köszöntő beszédében úgy fogalmazott, minden adott ahhoz, hogy sikeresen záruljon a háromnapos programsorozat. Nagyon örülök annak, hogy idén is sikerült megrendezni. Hagyományosan a fesztiválok sorában, Bonyhádon, városunkban, június közepén mindig az első a sorban, hiszen majd ezt követi később a Bukovina Fesztivál, majd a Tarka Fesztivál, és ez egy picit természetesen másabb jellegű, mint az előbb említett másik két fesztiválunk, de mindegyiket nagyon szeretjük, mert mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Itt a Perccel kertben, ebben a csodálatos környezetben minden adott ahhoz, hogy egy jó könyvvel a kezünkben, akár leülve a fűbe, rögtön kíváncsiságot kielégítve beleolvassunk, belelapozzunk egy-egy új regénybe. Annak is nagyon örülök, hogy évről évre megtisztelnek minket olyan írók, akikről lehet, hogy 2014-ben például még senki nem hallott, de mára már Magyarország egyik legismertebb és legelismertebb történelmi regényíró, például Bíró Szabolcs, aki immár a 10. alkalommal látogat el hozzánk, és nagyon örülünk annak, hogy minden évben külön készül, hogy Bonyhádra jöhet.
Remélem, hogy így lesz ez még nagyon sokáig, és olvashatjuk az újabb és újabb sikeres könyveit. És említhetnék olyan neveket is, akik ugyan nem országszerte ismertek, de számunkra nagyon fontosak, hiszen itt a városban élnek, és évről évre meglepnek minket egy-egy könyvvel. Ilyen például Kollerné Veronka néni, aki idén is egy új könyvvel készült a fesztiválra, és mindig van más Bonyhádi, aki pedig részese ennek a fesztiválnak, így van ez idén is. Nagyon sok színes kísérőprogram van, köszönhetően a Solymár Imre Városi Könyvtár dolgozóinak, vezetőjének, a igazgatóasszonynak a vezetésével. Ők a háttérben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez a hétvége mindenki számára izgalmas és sokszínű legyen. A szervezők olyan programokkal készültek, amelyekben minden korosztály megtalálta a maga kedvének valót. Én magam gyakorlatilag megfőztem, vagy kezdtem a hétvégére előre, megfőzni, szabad ilyen személyes dolgot is elmesélni, mert gyakorlatilag szinte itt kell, hogy töltse az ember a hétvégéjét, és nem azért, mert kötelező, hanem azért, mert számosnál számosabb olyan program vár ránk, amit sajnálnék, hogyha nem lehetnék részese, úgyhogy nem fogom kihagyni egyiket sem, és valamikor vasárnap délben meg egyszer újra a családi lehetek, de ezt egyáltalán nem bánom, izgatottan várom én is, remélem nagyon sok Bonyhádival közösen. És hogy mit olvas szívesen a város első embere? Én alapvetően nagyon-nagyon szeretek olvasni. Igazából olyat, amit én szeretek, és kikapcsolódás címén olvastam, hát meg sem tudom mondani, mikor volt utoljára, mert egyszerűen nincsen rá se idő, se energia, mert mire már oda jutok, hogy én most olvasok, akkor a három oldal után elalszom, és hát úgy meg nem lehet regényt olvasni, de bízom benne, hogy eljön az az idő. Én ilyen gyors olvasással belenézek sok mindenbe, és sorakoznak a polcomon azok a könyvek, amik arra várnak, hogy végre elolvashassam őket. De alapvetően szeretem az izgalmas, kalandos történelmi regényeket. Elsősorban igen, ezeket, úgyhogy a Szabolcs könyvét nagyon várom. Megvan, hiszen ahogy megjelent rögtön, megvásároltuk, de még nem volt lehetőségem elolvasni. A könyvtár rendezvényei ezzel egyébként itt még nem értek véget. A nyáron idén rengeteg táborunk lesz, mint teltházas, lesz olvasótáborunk, robotika táborunk, tini táborunk, angol-német nyelvi táborunk, illetve most idén először próbálkozunk nagycsoportosokkal, akiknek iskola előkészítő tábort szervezünk. És természetesen nyár végén, augusztus végén pedig egy nyárzáró táborral zárjuk a nyarat. Tehát az biztos, a Solymár Imre Városi Könyvtár ezúttal sem hagyja, hogy bárki unatkozzon a nyáron.